Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az Európai Unió egy történelmi segélycsomaggal segíti Magyarországot. Azonban egy működő demokráciában nekünk ma nem egy 13 oldalas sajtpapír mentén kellene vitatkoznunk a helyreállítási tervről, hanem valódi és részletes programokat látnánk. És akkor beszélhetnénk például arról is, hogy ahogyan a világ összes pontján, úgy Magyarországon is, milyen súlyosan érintette ez a válság a nőket. Aki hónapok óta próbál otthonról dolgozni a gyermeke mellől, aki elveszítette az állását, vagy aki a bántalmazójával van összezárva otthon karanténban, az szerintem pontosan tudja, hogy miről beszélek. De milyen segítségre számíthatnak ők a Fidesz kormánytól? Azért kérdezem ezt, mert a helyreállítási program nyilvános tervében egyetlen egyszer szerepel az a szó, hogy nő. Úgy, hogy szülőképes korú nők. Na most szülőképes korú nőként én elmondtam önöknek, hogy nevetséges, hogy ennyi gondolata van ennek a kormánynak az ország feléről. Pedig ebből a több százmilliárd forintból megváltoztathatnánk az ápolási szektort. Segíthetnénk a munkájukat elvesztett nőknek, segíthetnénk a családon belüli erőszak áldozatainak, és ezekről egy árva szó sem eszik ebből a középiskolás színvonalú dolgozatból, amit a kormány nekünk prezentált. Tisztelt kollégák, ez az uniós pénz nem Mészáros Lőrinc és nem Tibor István számára van számva. Ez a pénz minden magyar emberi, férfiaké és nőként egyaránt. Egyaránt kell, hogy részesüljenek belőle. Minden magyar ember. Köszönöm szépen!